Ennek a napnak a témája, kicsit már talán a karácsonyra is fókuszálva, Jézus Krisztusnak, a megváltónak a személye lesz. Az ő fogantatásáról, születéséről, életéről, istenségéről és emberségéről fogom faggatni püspök atyát. De ugye ahhoz, hogy eljussunk Jézus születéséig, illetve a fogantatásig, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő édesanyjának, Máriának a személyét sem. Püspök atya, tudjuk, hogy Mária, az üdvözítő édesanyja, hát csak földi ember volt. Máriáról tudjuk, hiszen múlt pénteken ünnepeltük, hogy ő eleve szeplőtelenül, tehát bűn nélkül fogant és született. Bár mondjuk ezt nekünk elképzelni elég nehéz, hiszen mi is emberek vagyunk, ahogy ő, de mi viszont az áteredő bűnnel fogantattunk, és a keresztségig ezt hordoztuk is magunkon. Miért kivételezett a Jóisten a szűzanyával? Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ahhoz, hogy értsük a szűzanya kiválasztásának, küldetésének a titkát, ahhoz nagyon fontos azt látnunk, hogy az Isten végtelen tisztaság, végtelen szépség, végtelen jóság. És ő nagyon tiszteli a teremtményeit. Isten szeretet nem erőszakkal akarja önmagát ajándékozni, hanem ha valaki neki nemet mond, ha a teremtménye nemet akar mondani, Isten ezt tiszteletben tartja. Az ő mindenhatósága nem jelenti azt, hogy akármit megtehetne, vagy akármit megtenne. Isten nem teheti, nem teszi meg azt, hogy a kétszer kettő öt legyen, semmit sem, ami értelmetlen, mert a lényével ellenkezne. Éppen így az Isten nem pusztíthatja, nem pusztítja el a teremtményeit, akiket örök szeretettel alkotott és föntart. Isten tehát, amikor közeledik a világ felé, akkor tiszteli az embert. Nem olyan a hatalma, mint egy tank, amely elhatároz valamit, végig söpör a világon és megvalósítja. Így mondja egy helyen a Biblia, az ajtóban állok és kopogtatok. Aki beenged, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő pedig én velem. Isten tehát tiszteli az embert, kopogtat az emberiség ajtaján. Ahhoz, hogy ő az egész lényével, a maga tisztaságával, szentségével, szépségével egy emberben testet ölthessen, ahhoz kell valaki, aki őt befogadja, aki egész lényével igent mond neki, és sohasem nemet. Vagyis ahhoz, hogy Isten testet ölthessen, kellett Mária. Enélkül ez nem tud megtörténni. Isten a maga teljes valóságában nem tud enélkül megjelenni. Az Úristen akart emberré lenni, akart velünk egy lenni. Nem is csak a bűn miatt akarta ezt, hanem öröktől fogva azért, hogy ezt a különbséget, szakadékot, ami a teremtményt, az embert a teremtőtől elválasztja, ezt áthidalja, önmagát nekünk adja. Az ő célja kezdettől ez volt a teremtéssel, hogy egy lehessen velünk, a szeretetét nekünk átadja. Közel akart hozzánk jönni, egy akart velünk lenni, ez örök terve az Istennek. És ebben az örök tervben öröktől benne van Mária is. Enélkül ez nem tudott megvalósulni. Tehát Isten kezdettől akarta a messiás édesanyját. Az, hogy Mária egész lényével igent tudott mondani Istennek, ez nyilván elsősorban a kegyelem műve. Az ember a maga erejéből nem tud teljesen tiszta lenni, teljesen az Istené. Ez mindig Isten ajándéka. De ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne Máriának is a nagyszerű életszentsége és érdeme. Ő az öntudatra ébredése első pillanatától ezzel a kegyelemmel mindig teljes mértékben együttműködött. Egészen tiszta volt, egészen nyitott kapu az Isten felé. A szíve mindig kristálytisztán ő felé volt kitárva. Ezért tudott az Isten benne testet ölteni. Szent Bernát egyenesen úgy mondja, hogy Isten évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján. Kereste azt, hogy lesz-e, aki neki igent mond, és sohasem nemet. Mária volt ez az ajtó, akin keresztül ő beléphetett. Istennek tehát örök terve az, hogy érkezzen, ehhez kell valaki, aki neki ajtót nyit. Egész lényével szélesre kitárja a léte ajtaját. Ezt a titkot ünnepeljük a szűzanyában. Akkor a Jóisten azt is eltervezte, hogy
pont Betlehemben kell az Úr Jézusnak megszületni? Ahhoz, hogy Isten érkezzen, ahhoz kell egy olyan terep vagy fogadó közeg, ahol ő meg tud születni. Ez talán egy érdekes hasonlattal úgy lehetne ábrázolni, mintha elképzelünk egy nagy repülőgépet vagy űrhajót, amelyik a Földünk felé közeledik. Az Úristen egy másik világból, az Isten világából közeledik felénk. És amikor a Föld közelébe ér, lassanként a légkört érinti meg, és az elkezd mozogni. Az Úristen is, ahogy közeledett a világhoz, először éppen csak a prófétákat megihlette, az embereknek a lelkében próbálta a maga üzeneteit átadni, Ábrahámban, Mózesben, a prófétákban, emberi hangon, emberi hangszálakon az Isten szava megszólalt. Ez volt a közeledésének az első jele. Az Úristen előkészítette a helyet a Messiásnak. Az egész Ószövetség erről szól. Bölcsőt készít Isten a Messiásnak. Egy olyan helyet, ahol emberek értik, hogy mit jelent az, hogy személyes, egyetlen, láthatatlan Isten, aki teremtette a világot, aki szövetséget köt, aki szereti az embert, ígéreteket tesz neki, törvényeket ad. Az egész Ószövetség erre van, hogy megépüljön, elkészüljön a Messiás bölcsője. Legyen olyan hely, ahol értik azt, amit Jézus mond. Azért kellett az egész Ószövetség, kezdve a prófétáktól, hogy lehessen Szűz Mária, lehessen József, lehessen a 12 apostol, meglegyenek a pásztorok, a három királyok. Tehát előkészítette Isten a helyet, ahova ez a repülőgép le tud szállni. Lassanként érkezett, lassan született meg ez a közeg, ahol ő testet tud ölteni. Vagyis kezdettől fogva az Úristen ezt tervezte, ezt a helyet, ahol ő testet tud ölteni. Ez éppen Betlehemnek a kis falucskája, de lehetett volna nyilván más városa is Izraelnek. Tervezte, hogy majd ebbe a konkrét történelmi valóságban megérkezik. Előkészítette a talajt. Lehet talán azon gondolkozni, hogy miért pont ide? Miért pont Izraelbe? Miért pont ekkor? Ha kedves hallgatók egy kicsit próbálnak ezen olyan tágabb összefüggésben elgondolkodni, azt gondolom, hogy nagyon érdekes arra felfigyelni, hogy az ókorban ahogyan lehetséges volt, hogy az Isten megszólaljon, és emberek ezt megértsék, azonnal az Isten ezt megtette. Talán azt lehetne mondani, hogy alig várta, hogy szólhasson. Figyelte a pillanatot, amikor már az emberi szellem, a történelem eljut abba a magaslatba, hogy ezt képes befogadni. Mi kellett ehhez? Alapvetően két olyan tényező volt, ami lehetővé tette, hogy az Isten szóljon. Az egyik egy nagyon különleges földrajzi hely, Kánaán földje, Egyiptom és Mezopotámia között. Két hatalmas kultúra, Egyiptom és Mezopotámia, mind a kettő vallásokkal, filozófiákkal, nagyon mély gondolatokkal. És a kettő között van egy nagyon érdekes földnyelv, ahol ez a kettő találkozik. Az itt élő emberek, Izrael népének a tagjai, mind a kettőt ismerték, mind a kettőt hallották. Megtanultak reflektálni, egy kicsit távolságot fölvenni, kritikusan gondolkodni róla, az élet nagyon nagy kérdéseit fölvetni, egy kicsit a mítoszoknak a homályos világából a kristálytiszta gondolatok felé elindulni. Ez volt a feltétele annak, hogy Ábrahámot az Isten megszólíthassa. Ábrahám Mezopotámiából jött, de volt Egyiptomban is. Mind a kettőt egy kicsit ismeri. Egy kereső ember, akit szíven tudott találni az Isten. A másik feltétel pedig az írás megszületése. Ez elindul a suméroknál, illetőleg elindul Egyiptomban a hieroglif írása, de ez mind a két írás nagyon nehezen hozzáférhető. Volt nagyon bonyolult jelekkel, és csak elegáns anyagokra, agyaktáblákra, különleges eszközökkel lehetett ilyesfajta írásműveket készíteni nagyon-nagyon bonyolult módon. És megjelenik
nagyjából Ábrahám korában, egy kicsikét előbb, egy zseniális új találmánya az emberiségnek, a betűírás. Föníciaiak találmánya, megtaláljuk többek között a föníciai városokban, de érdekes módon a sínai félszigeten is, tehát jelen van Kánaán földjén. A kezdetektől ez a nagyszerű találmány egy sokkal egyszerűbb írás. Vagyis le lehet jegyezni azt, amit az egyik generáció a másiknak át akar adni. Tud hagyomány keletkezni. Amit Ábrahám átél, azt át tudja adni a népe Mózesnek. Amit Mózes átél, azt el tudja juttatni Izajásig. Egymás vállaira állnak ezek a generációk. Tehát Isten tud szólni történelmi mélységben. Tud egyik mondatával a másikra építeni. Ez a két tényező az, ami lehetővé tette, hogy megérkezzen ebbe a világba az Isten üzenete. Krisztus előtt 1700-1800 évvel ezelőtt elkészült a talaj, hogy Isten elkezdjen szólni. És aztán, amint lehetőség volt arra, hogy valaki ezt teljes szívével befogadja, ahogyan Sion leánya Mária kristálytiszta lelkével, életével erre kész volt, akkor az Isten azonnal jött, hogy testet öltsön. Az Isten tökéletes, de mégis házasság előtt került áldott állapotba a szűzanya. Ez azért Józsefnek is gondot okozott, hiszen el akarta bocsátani. Miért tette ezt? Nagyon érdekes ezt is egy kicsit végig gondolnunk. A szűzanya kezdettől fogva nyilvánvalóan vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje, hogy szűzként éljen. Ezért is mondja az, hogy férfit nem ismerek. Amikor az angyal mondja, hogy gyermeket fog fogadni, nem az a gondolat jön a szűzanya eszébe, hogy persze itt van József, majd tőle fogan ez a gyermek, hanem ellenvetést tesz, azt mondja, hogy ő férfit nem ismer. Zárójelben hadd jegyezzem meg azt is, hogy ebben a korban megjelenik az Isten népe, az Ószövetségi Isten népe, a zsidó nép körében a szűzesség eszménye. Így élnek a kumráni szerzetesek. A kumráni közösség Krisztus előtt 152 táján születik, kimennek a pusztába, és annyira betölti őket a messiás várása, hogy egész lényükkel ez a cél lebeg előttük, próbálnak utat készíteni a pusztában a messiásnak. Annyira tele vannak ezzel a tűzzel, a messiás várásnak az igézetében élnek, hogy nem házasodnak meg. Vagyis Krisztus előtt jóval, több mint 100 évvel megszületik nagyon nagy erővel a szűzesség eszménye Izraelben. Rengeteg olyan kumráni szerzetes él, aki egész lényét, egész életét Istennek adja. Így él keresztelő János is, akinek szintén nincs felesége. Valószínűleg ez az eszmény lehetett Józsefben is. Talán az evangéliumnak az a megjegyzése, hogy József igaz ember volt, erre is utal, hogy ezek közé az igazak, a kumrániak közé tartozott, akik egész lényükkel az Istent keresték. Ugyanakkor ebben az időben, amikor a szűzanya él, nem volt szokásos az, hogy valaki ne házasodjon meg. Különösen is lány esetében szinte kényszerítették a fiatal lányokat a házasságra. Valószínűleg Mária esetében is erről van szó. Az egész rokonság nyomást gyakorolhat a szűzanyára, hogy házasodjon meg. És így indul el ez az eljegyzés. Talán gondolhatunk arra, hogy a szűzanya a lelke mélyén ekkor is, az eljegyzésekor is arra vágyik, hogy ő szűz legyen. Nem tudja még, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Nagyon bízik az Istenben, hogy valamilyen módon ez mégiscsak az ő nagy álma megvalósulhat, megtörténhet. És ekkor az eljegyzés után, de még az esküvő előtt történik Jézusnak a fogantatása a Szentlélek által. Itt is nagyon érdekes arra figyelni, hogy mit mond az evangélium. Szent Máté azt írja le, hogy kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant a Szentlélektől. Ez azt sejteti, hogy ez többek számára világos volt, vagy legalábbis sejthető volt, hogy a Szentlélektől van ez a gyermek. Ezt
erősíti meg az, hogy Erzsébet, amikor Mária elmegy, hogy meglátogassa, azt mondja, hogy hogyan is lehet, hogy az én uramnak anyja eljön hozzám. Vagyis ő valamit sejtett, tudott Mária titkáról. Talán a legbensőbb családi kör erről beszélt. És talán ez magyarázza meg azt is, amit József végigél ebben a nagyon nehéz döntésben vagy helyzetben. Józsefnek a nagy dilemmája nem abból fakad, hogy ő nem tudta, honnan van egy gyermek. És esetleg azt gondolta, hogy egy másik férfitől lehet. Hanem Józsefnek a nagy drámája, dilemmája abból fakad, hogy ő nagyon is sejtette, tudta, hogy honnan van, a Szentlélektől. És magában azt gondolja, hogy hogyan is közeledhetnék én ahhoz az asszonyhoz, akit maga az Isten magának lefoglalt, aki a Messiás édesanyja lesz. Hogy lehetnék én neki a férje? József félte az Isten, tisztelte, és ezért nem akart Máriához közeledni. Az angyal pontosan ebben erősíti meg Józsefet, ebben a dilemmában. Azt mondja neki, hogy ne félj feleségül venni Máriát. József ugyanis félt ettől. És utána megmagyarázza, hogy miért. Itt sokszor a görög evangéliumi szöveg fordítása egy kicsit ügyetlen, tökéletlen. Általában így fordítjuk, hogy ne félj, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Azonban pontosabban a görög szöveg ezt jelenti, hogy ne félj, mert bár a benne fogant élet valóban a Szentlélektől van, Isten gyermeke ő, nem a tiéd, ő a Messiás édesanyja, nyilván nem közeledhetsz hozzá. És aztán folytatja, de fiút fog szülni, és te fogod őt Jézusnak nevezni. Vagyis Józsefnek e körül a gyermek körül dolga lesz. Nevet kell neki adni. A törvény előtt ő lesz az apja. Ő neki kell őt fölnevelni, védeni, és a törvény oltalmát is számára ezzel a házassággal megteremteni. József így vállalja el a küldetését, így érti meg, hogy ő lesz a Messiás édesanyjának is oltalmazója, és a Messiásnak a nevelőapja. Köszönöm szépen, de miután megtetszett világítani a szűzanya kilétét, kiválasztottságát, az a kérdés fogalmazódott meg bennem igazából, hogy kicsoda valójában Jézus Krisztus. Arra gondoltam, hogy a hiszek egy alapján nézzük végig, mit imádkozunk és mit mondunk, hiszen úgy kezdjük, hogy hiszek Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Ez azt gondolom sokak számára nem érthető, mi az, hogy az Isten fia. Ha Isten fia, akkor ugye miért kellett földi asszonytól születni, bár erre kaptunk már választ így a délután folyamán. És, de egyáltalán miért kellett születni, hogyha Istennél semmi sem lehetetlen? Jó sok kérdés összejön most itt egybe, de akkor kezdjük itt, hogy miért kellett neki megszületni. Mert egyesek talán azt föltételezhetik, hogy Isten akár valamilyen csodálatos, különleges módon az égből ereszkedhetett volna alá. Igen, erre is igazából. Az Isten stílusától ez teljesen idegen. Ugyanis ő tiszteli a teremtményét. A kegyelem a természetes soha nem lerombolja, hanem arra épít, azt megerősíti. Az ember nem egy eszköz az Isten kezében, amit valamilyen módon használna, hanem az ember mindig társa az Istennek. Az akaratunkat, értelmünket nem megszünteti, hanem felerősíti. Tiszteli az emberi világot. Soha nem úgy érkezik a kegyelem, hogy valamilyen mennyei különleges kapszulában pottyanna le az égből, hanem szervesen beleépül az emberi világba. A természetes értékeket nem megszünteti, hanem felerősíti. Hadd mondjak erre egy néhány példát. Így van, nagyon általánosan nézve magával a vallással, a kegyelemmel. Nem az égből tölcséren öntik mondjuk egy kisgyereknek a fejébe a teljes keresztény kincset, kegyelmet, hanem kapja nagymamától, hitoktatótól, a
nyomdásztól, aki kinyomtatja a Bibliát, papbácsitól, aki a szentmisét elmondja, történelmi módon benne van a világban a kegyelem. Beletestesült. Az Isten történelemmé vált. Egy kicsi patakká a történelemben, amely Krisztus keresztjéből indul, az ő átszúrt oldalából fakad, és azóta évszázadokon át közöttünk van. Törékeny cserépedényben az egyházunk ezt őrzi. Történelmi, társadalmi módon maradt itt Krisztus. Nem az égből jön a kegyelem, hanem egymásnak tudjuk továbbadni. Ahogy ő ígérte, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Krisztus tehát bennünk tovább él történelmi, társadalmi módon. Vagy egy másik példa, hogyan adja az Úristen egy új kicsi embernek a lelkét, a szellemét, az egyéniségét? Az se egyszerűen az égből készen pottyan, hanem a szülők ebben, így szoktuk mondani, társteremtők. A szülőknek a fogantatásban is, a nevelésben is óriási feladatuk van. A génjeiket átadják, a mozdulataikat örököljük, a hanghordozásukat, a lelkükből, az érzelemvilágokból, a gondolkodásmódjukból is rengeteg mindent. Ez nem azt jelenti, hogy ők alkotják a lelket, nyilván nem. Nem ők hozzák létre ezt az új kicsi embert, de ebben közreműködnek. Vagy lehetne egy másik példát mondani, hogyan szólal meg az Isten a Bibliában. Ott is nem kapcsolja ki a szentszerzőknek az értelmét, akaratát, hanem azon át szűrődik az üzenet. Emberi hangon, emberi nyelven, emberi kultúrákon keresztül szólal meg az Isten. A szentségi kegyelem ugyanígy jön. Az egyházon keresztül, egyszerű emberi mozdulatokon és szavakon keresztül árad Isten kegyelme, ajándékozza magát nekünk az Isten. Ugyanígy testesült meg, tehát nem az égből akart leszállni, nem egy idegen testként berobbanni a történelembe, hanem tiszteli az emberi világot. Emberként akart megszületni, kicsin gyermekként, növekedni akart, egy akart velünk lenni, ezt az emberi világot magához akarta ölelni. Nem idegen tőlünk, hanem egy akart velünk lenni, át akart minket ölelni, testünké, vérünké akart lenni. Önmagát adja nekünk ételül, hogy egészen beleolvadhassunk, vele egyek lehessünk. Közben az jutott eszembe, ugye, hogy karácsonykor Mária gyermekeként születik meg a kis Jézus. Ez így teljesen érthető, azt hiszem, mindannyiunk számára. De a Hiszek egybe az van, hogy az atyától született. És ugye ez már a nicei zsinatnál is egy elég kardinális kérdés volt, hogy mit vallunk, mit hiszünk, hogyha Jézus istene vagy ember. Tehát ezt egy kicsit tegyük tisztába, hogy most akkor ő hogy is van, meg hogyan született. Ez két nyilván önmagát van egymástól különálló dolog, az emberi születés, illetőleg Jézusnak a megtestesülése, az Isten emberré születése a történelemben, ez időben történik, körülbelül 2000 évvel ezelőtt, tudjuk ezt is, hogy nem pontosan az időszámításunk kezdetekor, hanem valószínűleg Krisztus előtt 5 és 7 között egy időszámításbeli kisebb fajta tévedése volt Dionysius Exiguusnak, aki a mai időszámításunkat több mint 500 évvel későbbről visszaszámolva megalkotta. Tehát ennek van egy konkrét időpontja. Ettől egy teljesen más valóság az, amit a Szent Háromsággal kapcsolatban állítunk, vagyis Jézusnak az életében föltárul az Isten örök titka. Az a titok, ami Isten öröktől fogva és mindörökké, az, hogy Isten nem egy magányos valaki, hanem Atya, Fiú és Szentlélek. Jézus úgy jelenik meg a történelemben, mint Isten fia, mint Isten, nem mint egy ember, nem úgy beszél,
erről majd talán részletesebben is lehet beszélni, hogy ezt honnan látjuk. Tehát Istenként cselekszik, Istenként szól, de ugyanakkor Jézus imádkozik az Atyához. Teljesen nyilvánvalóan ő egy különböző személy, mint az Atya, őt édesapának, abbának, apának szólítja egy teljesen döbbenetes módon. Tehát föltárul az, hogy Istenben élet van különböző személyeknek a szeretet közössége. Isten Atya, Fiú és Szentlélek. A Szent Háromságban élet árad. Az Atya mindent átad a Fiúnak. Nem úgy kell elképzelni a Szent Háromság életét, hogy a Fiú valamikor megszületett, és azóta statikus módon létezik. Istenben nincs idő. Neki minden tette örök. Ez azt jelenti, hogy a Fiú öröktől fogva mindörökké születik. Az Istenség teljességét úgy birtokolja, hogy kapja. Az Atya öröktől fogva mindörökké szüli a Fiút. Átadja neki az Istenség teljességét. Belőle az isteni élet árad. A szeretet örök extázisában él. Isten örök szülés és örök születés. A szeretet örök áradása. Ebből az Istenből lett a világ. Az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. Ez a világ szeretetből lett, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. És ez a titok tárul föl az időben Krisztus által, ebben a történelmi születésben. Az a Fiú, aki öröktől fogva mindörökké születik az Atyától, ő az, aki megjelenik az időben, testet ölt és közénk jön. Következő kérdésemet már ki is hagyom, mert tetszett rá válaszolni, hogyan lehet az idő kezdete előtt születni. De még szeretnék egy icipicit kötözködni, hogyha megtetszik engedni. Most már tudjuk, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, ezt mi hívő emberek el is fogadjuk. De mégiscsak vannak olyanok, akikben az merül föl, és ahhoz kötik a magukat, hogy nekik Jézus csak egy történelmi személy. Hogyan lehet ezt a tévhitet megváltoztatni? Hiszen nekik csak egy olyan valaki, aki egy vallást alapított. Valóban manapság nagyon sokan gondolják így, hogy Jézus egy nagy tanító volt, egy bölcs ember, olyasmi, mint Buddha, olyasmi, mint Mohamed. Talán hallgathatunk arra sok-sok gyönyörű tanításra, amit ő mond a szeretetről, irgalomról, szegények iránti odafigyelésről, Istenről, mint Atyáról. Ezeket a dolgokat talán el lehet tőle fogadni, de azt, hogy őt Isten fiaként tiszteljük, őt imádjuk, ő körüli egy vallást építsünk föl, ezt nagyon sokan elutasítják. Ha erről a témáról elkezdünk beszélni, hadd idézzek egy angol gondolkodó C.S. Lewis-t, aki azt mondta, hogy Jézusról lehet azt gondolni, hogy gonosz, lehet azt gondolni, hogy bolond, de azt gondolni, hogy ő bölcs ember, azt nem lehet. Ezt az opciót Jézus nem hagyta meg a számunkra, ezt a lehetőséget. Ugyanis Jézusnak a teljesen hiteles, bizonyítható történelmi szavai és tettei, azok nem egy embernek a szavai és a tette. Jézus nem úgy beszél, mint egy ember. Nem úgy cselekszik, mint egy ember. Hanem az ő tettei és szavai az emberi kereteket abszolút szétfeszítik. Ő hatalmas isteni tekintéllyel cselekszik és tanít. Vagy mondhatom rá, hogy gonosz, mert ő tudja, hogy nem Isten fia, mégis annak mondja magát, és becsapja a világot. Vagy esetleg mondhatom rá, hogy bolond, aki azt gondolja, hogy ő Isten fia, de nyilvánvalóan nem az, ez egy tévedése. Zárójelben egyébként Jézusról senkinek ilyen benyomása nem volt, hogy neki pszichikai problémái lennének. Emberek hatalmas tömegei ámulattal hallgatták. Maga Pilátus és Kaifás is megdöbben, ahogy őt látja, és szinte megfordulnak a szerepek. Pilátus jön zavarba. Jézusnak a fönsége, a hatalma, a békéje, az ereje láttán. Visszatérve tehát
mondhatja esetleg valaki, hogy gonosz vagy bolond, de azt, hogy ő egy egyszerű, mezei ember, egy bölcs ember, ezt nem mondhatja. Mert Jézus nem ennek állítja magát. Nem így cselekszik, és nem így beszél. Ezt hadd világítsam meg egy-két fontos ponttal az evangéliumból. Jézus bizonyos értelemben, amikor beszél, nem hivatkozik semmifajta tekintélyre. A nagyvallási tanítók általában valami tekintélyre hivatkoznak. Például Buddha egy nagy megvilágosodásra, egy élményre, ahol ő a fa alatt megtalálja a szenvedés értelmét, az abból való kiutat, emiatt is nevezik őt Buddhának, megvilágosodottnak. Buddha ezt az élményét akarja átadni, erre a pillanatra hivatkozik. Mohamed arra hivatkozik, hogy neki Gábor angyal megjelent, és őt kiválasztotta, hogy az arabok prófétája, proféták pecsétje legyen. Átadta neki a mennyei kinyilatkoztatást. Mohamed csak ezt tolmácsolja a világnak. A régi proféták mindig az Istenre hivatkoznak. Azt mondják, így szól az Úr. Vagy elmondják, hogy Isten hogyan hívta meg őket. Jézus bizonyos értelemben nem hivatkozik semmire és senkire, hanem saját magára. Azt mondja például a hegyi beszédben, hogy hallottátok, hogy Isten azt mondta a régieknek, hogy ne ölj. A 10 parancsban ezt mondja az Isten. És hogy folytatja Jézus? Azt mondja, de én valami mást, valami jobbat mondok. Hallottátok, hogy Isten azt mondta, ne paráználkodj, de én valami mást, valami többet mondok. A Bibliának, az Istennek a legszentebb szavait Jézus fölülírja, beteljesíti, döbbenetes tekintéllyel tanít. A régi proféták mind arról prédikáltak, azt hirdették, hogy majd eljön a beteljesedés. Várjátok! Jézus ezzel szemben azt mondja, hogy betelt az idő. Elközelgett a mennyek országa. Amikor kérdezi Keresztelő János tanítványai, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Akkor Jézus azt mondja, hogy nézzetek körül, mit láttok, vakok látnak, sánták járnak. Leprások megtisztulnak, halottak, föltámadnak. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Jézus azt mondja, hogy a történelem nagy várakozása véget ért. Engem vártak az évszázadok. Nem kell tovább várni. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Benne minden beteljesedik. Jézus nem egyszerűen azt tanítja, hogy kövessétek az Istent, és szeressétek az Istent, hanem ő azt mondja, hogy kövess engem. És azt mondja, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyerekeit, mint engem, az nem méltó hozzám. Nem egy ember beszél itt. Jézusnak a mondatai és tettei az emberi kereteket teljesen szétfeszítik, és ezért nagyon sokan a környezetében azt kezdték kérdezni, hogy kicsoda ő, ki vagy te? Az ellenfelek azt mondták, mivé teszed magadat? A tanítványok ezt kérdezték, ki ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki? Jézus körül egyre inkább erre terelődik a figyelem, hogy kicsoda ő, ki vagy te? Itt is érdemes egy kicsit elgondolkodni. Nem egy magától értetődő dolog. Egy nagy bölcsnél, egy nagy professzornál, vagy tanítónál nem szokták azt megkérdezni, hogy ki vagy te. Jézusnál nagyon hamar ezt kezdi mindenki kérdezni, hogy ki vagy te. És maga Jézus is ezt kérdezi a tanítványaitól. Ti mit gondoltok, hogy ki vagyok én? Legalább ti megértettétek-e a titkot? Péter válaszol, ismerik az evangéliumnak ezt a részét, te vagy a Messiás, az áldott Isten fia. És Jézus boldog, azt mondja, boldog vagy Simon, János fia, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Jézus húsvétkor
a zsidóknak a legszentebb szertartását, a pászka vacsorát önmagára vonatkoztatja. Azt mondja, hogy ez a vacsora, amit most elköltünk, nem a régi szabadulás ünnepe, nem az Egyiptomból való megszabadulás ünnepe, az csak árnyéka az igazi szabadulásnak, ami most történik én általam. Az igazi szövetség most kötődik, az én halálomban, az én vérem által. Ez az én testem, amely értetek megtöretik. Ez az én vérem, amely kiontatik sokakért a szövetségé. Vagyis Jézusban teljesedik be az Ószövetség nagy ígérete a szövetség ég és föld között. Kaifás ezt kérdezi Jézustól, te vagy-e a messiás, az áldottnak, az áldott Istennek a fia? Jézus tudja, hogy ha erre a kérdésre igent mond, akkor őt megölik. Erre a válaszára ő föltette az életét. Azt mondta, magad mondtad, látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. Vagyis Jézus nem úgy él, mint egy ember. Nem úgy beszél, nem úgy cselekszik. Az ő tettei az emberi kereteket messze szétfeszítik. Erről a messiási öntudatról és fiúi öntudatról ad aztán végső bizonyosságot Jézus föltámadása. Nagypéntek után a tanítványok nem várják a föltámadást, kétségbe esnek. Minél hamarabb el akarják hagyni Jeruzsálemet, mint az emmauszi tanítványok. Péter azt mondja, hogy megy halászni. És aztán azt látjuk, hogy néhány hét múlva ugyanezek az apostolok az életveszélyes Jeruzsálemben újra ott vannak. Nem sokkal később elkezdik azt boldogan hirdetni, hogy Krisztus él, mi találkoztunk vele, ő Úr és Messiás. Ettől kezdve az életük másból sem áll, mint boldogan mennek a világ végső határáig, és őről beszélnek. Valaminek a kettő között kellett történnie. A nagypéntek összeomlása, sötétsége és a boldog húsvéti predikáció között valaminek kell történnie, ami ezt megmagyarázza. Ez pedig az apostoloknak a találkozása a föltámadt Krisztussal. Krisztusban tehát maga az Isten lép a történelembe. Átvérzi a történelem szövetét. Egy akar velünk lenni. Talán azért is nehéz a mai embernek ezt úgy hova tenni, hogy Isten és ember együtt hogyan lehetséges. Mert nagyon külön választjuk például az anyagot, meg a szellemet. Az anyagot ilyen kis golyócskáknak képzeljük el, a szellemmel nem is nagyon tudunk mit kezdeni. Lehetséges, hogy a mai tudományos világkép is valamit segít abban, hogy a hitünkhöz közelebb lépjünk. A mai tudomány egyre inkább azt mondja, hogy az anyag nem kicsi részecskékhez hasonlít, nem olyan egy atom, mintha egy kis bolygó halmaz keringene egy kicsi atommag körül, hanem az anyag sokkal inkább az energia gyönyörű matematikai harmóniák szerinti rezgése. Talán leginkább dallamhoz hasonlít. A térnek a gyönyörű harmóniák szerinti rezgése. Az anyag talán sokkal inkább szellemi, mint ahogy gondolnánk. Ebbe a világba lép be az Isten. Ebbe a hardverbe, ha lehet így mondani, ülteti bele a maga szoftvereit. Egyre magasabb minőségű élet és lét jelenik meg, ahogyan megszületik a világban az élet, utána az ember, és ebbe a világba érkezik maga az Isten az idők teljességében. Egy lesz velünk, átöleli ezt a világot. Ez a világ nyitott az Isten felé. Képes arra, hogy őt befogadja, és Isten az idők teljességében ezt a találkozást valóban megtette.